tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt azt mondtam, hogy a Beastars nem volt kifejezetten az én kedvenc anime sorozatom. Hiába az egyik talán legjobb antromorf szociodráma sorozat valaha. Nos, ezzel kapcsolatban egy kicsit jobban át kellett most gondolnom a dolgokat, és sajnálattal kell közölnöm, hogy megtaláltam a kedvenc ellenpéldámat. Ha! Kis butusok! Na jó, de kinek tudom ezt ajánlani? Körülbelül mindenkinek. Aki esetleg nagy Beastars rajongó is, oda van az ilyen antromorf szisztémájú sorozatokért. Aki kedveli a szociodráma és a lájtos helyzetkomikum keverékét. Akit érdekel a sorozat politikai, történelmi és vallásfilozófiai kommentárja. Aki egy ötletesen megonimált atmoszférára vágyik. És ha már itt tartunk, annak, aki esetleg rajong a Trigger Studio munkáért. Nagyjából tényleg mindenkinek. Aki nem fél egy kicsit furinek lenni. De itt nem kifejezetten vészes a dolog, és ne is számítsunk rosszabbra a film történelem során, én a mondó vagyok.